Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet tőle, és megtekintjük azt, hogy mit szeretne közölni veled. Itt ez a kártya mutatja az ő jelenlegi helyzetét, vagy azt, ami most nála nagyon fontos. Itt a nap látható. Természetesen ez utalhat most a nyári hónapokra, vagy egy nyaralásra. De a nap jelenti az ő kisugárzását, a te kisugárzásodat, a vonzalmat kettőtök között. Amit még a nap jelent, ez a tisztaság, ez a fény, valamire odafigyelni, valamit tisztázni, az is lehet, hogy most kiderült az igazság. A következő kártyák utalnak az ő terveire, az ő gondolataira, mi foglalkoztatja őt, ezt most megtekintjük a következő kártyáknál. Az első képen láthatóak a csillagok, ami szerencsét hoz. Azon kívül utalhat vallási vagy spirituális témákra is, megvan nála a bizalom, hogy minden jóra fordul, és ebbe az irányba lesz a mozgás. Ugyanúgy, ahogy a csillagképekben meg van írva. A megfelelő pillanatban, a megfelelő helyen lenni. Ez a hajó szimbolizálja a remény. Tehát ő reménykedik abban, hogy nála minden jóra fordul. De ennek a képnek van egy más jelentése is, utalhat utazásokra, az lehet most a nyáron ez a nyaralás. De ez az út gyakran egy belső útra utal. Akkor szintén ilyen vallási, spirituális témákról van szó. A harmadik kártyán ez a virág csokor, ez egy kellemes meglepetés. Mivel itt a gondolatairól van szó, ő tervezi azt, hogy meglep téged. Lehet, hogy jön egy ajándék is. A következő kártyák utalnak az ő érzelmeire. Az első kártyán láthatóak a vágyak, a remények, de a várakozás is. Nála megvannak ezek a vágyak, de ez utalhat arra is, hogy ő érzi belülről, hogy te vársz rá. Hiszen itt megvan köztetek ez a vonzó erő, megvan ez a lelki kapcsolat, tehát ő érzi ezt, hogy te hogy érzed magadat. A következő kártyán látható ez a szomorúság, de a tolvaj ellopja ezt, tehát ez a várakozás, ez a szomorúság elmúlik. A következő kártya azt fogja jelenteni, hogy mit közöl veled. Ezen a képen látható egy szerelmes pár, és ez, amit ő mondani fog, hogy ti összetartoztok, hozzád áll. És most megtekintjük a következő kártyákat, ami arra utal, hogy ő szeretne még valamit mondani, de ezt nem meri kimondani. Tehát itt vannak az ő titkai. Az ő szív üzenetét tekintjük most meg. Ezek itt a saját kártyáim. Az első képen látható egy istennő, és átnyújtja ezt a dobogó szívet, hiszen ez a szerelem istennője, és pontosan ezt szeretnék kimondani, de nem beszél érzelmekről. Ezáltal minden olyan átláthatatlan, itt mutatja ez a felhő. Itt látható a gyűrű. Az azt jelenti, hogy ő visszatér hozzád, meg lesz ez a kapcsolat, de előfordulhat sokaknál, hogy ez a férfi még egy párkapcsolatban van, és emiatt minden olyan átláthatatlan. Vagy ez a párkapcsolat számára átláthatatlan. Amit a felhő még jelent, fél évet.
Tekints vissza erre az időszakra. Hogy élted ezt át? Mi történt nálad fél évvel ezelőtt? Mert ez a helyzet, vagy egy bizonyos személy most visszatér hozzád. De ez a fél év jelentheti a jövőt is, hogy fél éven belül lesz itt egy gyűrű, egy eljegyzés. És most megtekintjük a következő kártyákat, és az azt jelenti, hogy mi várható rád a közeljövőben. Itt látható ez a szív. Ugyanúgy, mint a szerelem istennő kezében, szintén a szív látható, és ez a kártya is a párkapcsolatra, a szerelemre utal. A halak jelentik a belső értékeket. Te értékes vagy számára. Ez a párkapcsolat értékes, és a virágok szerencsét hoznak. Azt is jelentheti, hogy itt lesz egy kellemes meglepetés, ahogy itt a tulipánok is mutatják. Ha munkáról van szó, vagy hivatásról, akkor az jelentheti azt, hogy van nálad egy ilyen kreatív tevékenység, vagy dolgozol egy ilyen spirituális úton, és a halak jelentik a pénzt, pénz jön a házhoz, és te szívvel, lélekkel végzed ezt a munkát. A következő kép itt jelenti, hogy mi köt össze benneteket. Itt, ezen a kártyán az van odaírva, König der Kelche, tehát a király, a kelyheknek a királya. Viszont a képen nem egy király, hanem egy királynő látható. Én ezt úgy mondanám, hogy a király az ő, és vannak nála érzelmek. Te vagy a királynő, nálad is vannak érzelmek, hiszen a kelyhek a víz elemét szimbolizálják, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Ha megnézzük itt ezt a hajót, az utal egy lelki útra, lehet, hogy itt vannak kármikus témák is, egy hosszú életút, ami összeköt benneteket, mert ti ismeritek egymást a korábbi életből, és a lelketek összetartozik. Megvan ez a vonzalom, ugyanúgy, ahogy a nap erre utal, megvan ez az energia mező. Ez a hajó jelenti az életutat, nem csak a múltat, hanem a jövőt is, és ez a hölgy kezébe veszi, odafigyel, oda néz. Tehát fontos az, hogy bíz abban, hogy itt lesz egy közös életút, és ez a hajó szimbolizálja a reményeket, ugyanúgy, mint itt ezen a kártyán is. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!